Nagy megtisztelő számunkra, hogy ilyen szép számba eszedjük a Kvástára könyvén jutatóra. Néprajzkutatók tanulmányozzák Bonyhádot és környékét a még ma is ott élő nemzetek szempontjából. 2020 tavaszán volt 75 éve, hogy a Bácskából elmenekült bukovinai székelyek megérkeztek és letelepedtek Tolna megye falvaiban. Ennek kapcsán még korábban hirdettek egy konferenciát, amelyre a koronavírus járvány miatt végül nem került sor. A kutatók eszmecseréje elmaradt. Az elkészült előadásokat emiatt egy tanulmánykötet formájában jelentették meg, a konferencia témájával megegyezően. Erős Mária népművész a bukovinai varrottas kézimunkák világában alkot, de népe története is fontos számára. Hát az érzések az nagyon mélyek voltak, mert átlagban ismerem a történetet, mindent, de mégiscsak van egy-egy mondat vagy egy élmény, ami új a számomra, és azt szeretném ebből a könyvből elolvasni még, és nagyon tetszett. Martinek István Hertelendi falván született, de már több évtizede Bécsben él. Gyermekei ott születtek, de a családban mindig ápolták a magyar nyelvet. Kezében a könyvvel nyilatkozott stábunknak. Jó érzi. A könyvet akarom a lányomnak ajándékozni. És megható. A könyv szerkesztője Nagy István néprajzkutató röviden ismertette a könyv létrejöttének körülményeit. Emellett kitért mind a 19 kutató témájára, amelyek között székelykevei tanulmány is van. Nem is gondoltuk, hogy eljutunk valaha ide. A 1883-ban ide települt székelyeknek a leszármazottjai nagyon szép számba voltak a teremben, nagyon követték az eseményeket, és próbáltam inkább azokról a dolgokról mesélni, amelyek nem itt történnek, hanem amelyek Erdélyben történtek, vagy Magyarországon történnek, hiszen ennek a népcsoportnak a történetét együtt kell nézni, közösen kell nézni. De mindenképpen ez az aldunai székelyek egy csúcs. Nagy István kiemelte, fontos lenne a helyben levő és már összegyűjtött régi történeteket a modern technikát felhasználva a széles világgal is megismertetni.